Na, szervusztok, sziasztok! Úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen krúzolós videót, megnézzük a pályát körbe egy ilyen lassú autóval, és igazából az lett volna a célom, hogy itt nincs kamera, beszélgetünk egyet, és így megyünk a mapon, de megláttam valamit, hogy atya úristen, mennyi player van, gyerekek, aki éppen játszik ezzel a játékkal, kegyetlen! És ez csak egy ilyen iszony kicsi része a pályának, tehát bárhova zoomolok bele, basszus, szerintem több mint 1000 játékos van egyszerre csak ezen az egy szerveren. Hát gyere, ez kegyetlen, és még nem jelent meg a játék, holnap fog hivatalosan megjelenni. Mi lesz itt holnap, skacok? Tehát itt látjátok, amikor fényezek valamit, nem azért fényezem, mert látom. Látom azt, hogy nincs olyan játék, amiben belépnék, és ennyien mennének, akárhova lapozok, vagy görgetek a térképen, mindenhol versenyeznek a játékosok, de nézzétek meg, hát ez valami eszméletlen, hogy mennyi autó van. Mindenhol, itt is belezoomolsz, és csak azt látod, hogy tömegesen mennek a játékosok, ez kegyetlen. Mondom, szerintem én az 1000-et megmerném tippelni, hogyha rendesen végig számolgatnánk, hogy mennyien vannak. Valami, ez valami kegyetlen, és innen jönnek ki, és csak megállás nélkül jönnek, és nem fogynak el. Szóval valami irdatlan a player szám, amit ez a játék most lehoz. Szóval szerintem abszolút győztest avathatunk abba, hogy egy játék, ami még nem jelent meg, egy játék, ami még csak holnap fog indulni hivatalosan az alapcsomag megvásárlásával, ennyi játékost behoz. Én nem tudom, mi lesz itt. Nem tudom képzelni, hogy mi lesz itt mondjuk, mit tudom, holnap vagy jövő héten. Szerintem itt szét fogják szedni ezt az egész gémet. Na, mivel múltkor mondtátok a Need for Speednél, hogy tetszett ez a krúzolós vonal, úgyhogy most menjünk egyet így a kocsival, kiviszem az autót a megfelelő helyszínre, és megpróbáljuk körbe járni a térképet, amennyire lehet, normális tempóval, így a tengerparton szeretnék végigmenni. Hát ez lesz vagy egy óra, de mindegy, élvezzük a tájat, a látványt, és akkor menjünk, majd valahogy alakul. Legurulok mondjuk ide a kocsival, aztán hagyd szóljon. Na itt is vagyok, gyerekek, úgyhogy induljunk el. Hogyha halljátok a kormányt, az benne van a pakliba, mert aznak lehet, hogy lesz hangja, főleg, hogyha beszélek. Úgyhogy induljunk el, beszélgessünk egyet. Lekapcsoltam mindent, kormánnyal megyünk, Volkswagen bogárba ülünk, igazából semmi nincsen, minden ki van kapcsolva, tehát sem app, semmi. Megpróbáljuk megnézni a térképen keresztül, vagy a térképen a látványból megpróbálunk körbe menni, nem biztos, hogy sikerülni fog, azért az eléggé necces lesz. 4K high beállítás mellett fut a játék, nem ultrán van, így van ilyen 50 FPS sem, ultrán sajnos nincs meg, a 45 körül van. Azért azt kicsit kevésnek érzékeltem, ugye a 60 FPS-es lock van a játékon, úgyhogy beszélgessünk, válaszolok egy-két kommentre, ami eszembe jut, meg nézzétek a tájat, nézzétek, hogy mennyi player jön szembe veletek. Azért van ilyen hangzavar, mert ha jól tudom, itt van mellettünk egy ilyen versenypálya. Egyébként igen, a tükröt nem tudom, hogy miért nem tudják megoldani 2023-ba, ezt egyáltalán nem értem. Ez nekem is nagyon fura, hogy ezt a készítők valamiért nem. Nem tudom. Valószínűleg egyébként, amit írtatok kommentben, azért van, mert szerették volna, hogy a lehető legoptimálisabban fusson PS4-en, PS5-ön, Xboxokon és PC-n. Szóval szerintem ez volt a céljuk. Hát figyelj! Végül is megoldották, tehát hogy működik a játék rendesen. Nekem ugye a 470-es kártyával nagyjából ilyen 40%-on fut, high beállítások mellett full HD-n. A 4K-n már egy kicsit gyengusabb, de hogy így igen. Csak hát így a tükör hiánya miatt nem nagyon látom, hogyha előzök, hogy beférek-e még. Sajnos ez egy ilyen probléma, de hát mondom, ez legyen a legkisebb baj. Ugye a 60 FPS-es lock, ez a kettő az, ami lehetne mondjuk egy kicsit így jobb, meg lehetne javítani. Úgyhogy tényleg mondom, mostanában főleg a forzás társadalom az nagyon belém állt, az most nagyon meglettem megint találva, hogy a Crew 2, vagy Crew Motor Fest, meg a Crew, nem tudom, én úgy érzem, hogy én nagyon szeretném Magyarországon rendbe tenni ezt az autós játék közösséget. Sajnos ez egy nagyon nehéz dolog, látom én is, hogy nem foglalkozott vele az elmúlt pár évben senki, és igen, látom a problémát, hogy az emberek iszonyatosan el vannak tévedve, és ezzel nem akarok megbántani senkit, mert szó nincs arról, hogy ezzel egyébként ilyen probléma lenne, egyszerűen arról van szó, hogy látom, hogy a tudás hiánya az mindenkiben ott van,
eszméletlen módon, és nem tudom, hogy ezt fogom-e tudni orvosolni. Annak már örülök, hogy nagyon sok embernél sikerült változtatni a dolgokon. Sokan elnézést kértek tőlem, miután bemutattam egy dolgot. Sokan továbbra se értenek velem egyet. Mondjuk ezzel alapvetően nincs is probléma. Tehát én támogatom azt, hogy különböző nézetei legyenek az embereknek, nézeteik. És támogatom azt, hogy igenis kell a Forza, igenis szeressék a Forzát nagyon sokan, igenis szeressék a Need for Speed-et nagyon sokan, de az az igazság, megmondom őszintén, hogy nem lehet elmenni a dolgok mellett, igenis hangot kell emelni a problémáknak, igenis el kell mondani, hogy most, amit a Crew Motor Fest képvisel, azt jelenleg egyik autós játék sem tudja lehozni, és lehet itt arról beszélni, hogy vannak dolgok, amiben esetlegesen jobb mondjuk a... teszem azt a Forza, mert ilyen is van. Na most itt jobbra vagy egyenesen? Menjünk el jobbra. Na de a tips, ez még mindig ott van, úgy látom, pedig azt is levettem, de hát akkor az marad. De igenis hangot kell emelni, mert hogyha a Forza készítői továbbra is azt érzik, hogy a Forza a legjobb, akkor az baj. Tehát nem a Forzával nincsen semmi probléma, egyszerűen arról van szó, hogy a Forza is kezdjen el fejlődni, kezdjen el elmenni ebbe az irányba, mert hogyha megnézem a Crew szériát, és őszinte akarok lenni, akkor a Crew 1-be igazából már bejött egy normálisabb sztori. Belátták a készítők, hogy a sztori az kevés, ezért elkezdtek inkább az online-ra fókuszálni. Én megértem egyébként ezt az egészet, tehát számomra egy tök reális, hogy ha van egy csapat, ami készít egy játékot, nem lehet, ugye az emberek szerint ez a szokásos dolog, legyen jó a sztori, legyen jó a tuning, legyen benne terep, legyen benne repülőautó, legyen benne ilyen, ne legyen színes, de legyen színes, legyen benne ilyen effekt, olyan effekt, de ne legyen benne effekt, legyen választható gumifüst, meg ne legyen gumifüst, meg ez undorító, meg az undorító, az egyik szidja, hogy a másikat, hogy miért ilyen, miért olyan, ez mindig is így lesz, ez nem lehet. A készítőknek pedig hozniuk kell egy döntést, mi szerint átgondolják a dolgokat, hogy akkor most melyik tanácsba fognak bele jobban. És a Crew széria húzott egy óriásit, a második résszel behozták a repülőket, meg a motorokat. Na ugye innentől már nem autós játék, hanem motorsport játék, és szerintem majdnem, hogy azt mondom, hogy a piacon egy olyan szektort képviselnek, hogy kifejezetten olyan játék, tudom, hogy vannak motoros meg autós játékok, de kifejezetten olyan játék, mint amit a Crew széria képvisel, jelenleg a piacon nincsen. Piacvezetők lettek, mint a GTA, a Rockstar Games ugye a GTA-val. És ugye ezek azok a dolgok, amit anno én is például a repülő motorcsónak részét azt nagyon szittam. Ó! Köszönöm a követést a Twitch-en még így live-on kívül is. De hogy igazából ugye erről van szó, hogy megmertek lépni egy dolgot, és ezzel igazából elindultak egy úton. Szembe mentek ugye az árral, szembe mentek azzal, hogy amit a többi autós játék képvisel, és mertek egyet lépni. És azt mondom, a Crew 2-nél annyira Magyarországon ez nem jött be, külföldön nagyon, tehát ugye sokan mondtátok nekem azt is, mert voltak ilyen kommentek, hogy azt látjátok, hogy Steamen rákerestek, vagy a Google-ba, hogy mennyien játszanak a Crew 2-vel, és azt látjátok, hogy 1000 player van. Jaj, hát milyen rossz ez a játék, csak 1000-en nyomják. Hát gyerekek, én elmondom nektek, hogy én is például Ubisofton nyomom, nekem ott van meg, Uplay-en, vagy Ubisoft Connect, vagy hogy hívják, és ugye én engem se láttok Steamen, és amikor belépek vagy a PC-s verzióba, ugye azt látom, ott nem volt crossplay, hogy több 10-20 ezeren nyomják a summitot, ami hetente van. Szóval player szám zseniálisan magas, ráadásul konkrétan ugye az a lényeg tulajdonképpen, hogy PS a fő platformja ennek. Tehát, hogy igen, tehát én nem mondom, hogy többen vannak, mint a Forzába, vagy nem tudom, de rengetegen, tehát ilyen több 10-20-100 ezeren játszanak havonta, vagy hetente a játékkal, az összes platformot idevéve. Szóval rengeteg a player, csak ezt sokan nem látjátok, mert egy adatból próbáltok tájékozódni. Például kaptam olyan kommentet is a napokban, hogy hát milyen, a Need for Speed mennyire rossz, nincsenek playerek. Gyerekek, én most platináztam ki a Need for Speed Unbound-ot, mert ugye úgy voltam vele, hogy befejezem ugye a passz miatt. Én nem azért mondom például ezt is, hogy ugye a Need for Speed-ben sokan vannak, mert hogy azt akarom, hogy higgyétek el és hogy akkor menjetek játszani. Engem ott nem érdekel, hogy te, aki most épp ezt a videót nézed, melyikkel játszol. Ha nem akarsz, ne játsszál vele, nekem mindegy.
Egyszerűen azért mondom, mert egyetlen egyszer volt az, hogy hárman voltak a szerveren, azon kívül mindig teltház volt, akkor is ugye hajnali 4 óra volt, és nagyon örültem neki. Nagyon örültem annak, hogy végre egy versenyt meg tudtam csinálni majd, hogy nem egyedül, mert ott ugye van olyan verseny, amit én ki akartam próbálni egyedül, mert lehet, és akkor ezt a Link Up nevű versenyt, és baromira örültem, hogy ezt meg lehetett csinálni. Egyébként figyeljétek, hogy amikor megyünk, hogy mennyien jönnek szemből, hogy mennyien jönnek online, tele van a játék. Tehát, hogy, és most egy ilyen kieső helyen megyek itt a map szélén, tehát nem is vagyunk ilyen versenypályák közelébe, de zseniálisan, irdatlan sokan nyomják a játékot. Ugye pont ezt is mondtátok, hogy mennyire gáz az, hogy mindjárt visszakanyarodunk az előző beszélgetéshez, hogy mennyire gáz az, hogy átmennek a kocsik rajtatok, jött egy ilyen komment, nem tudom, erre az előbb válaszoltam, ezt szerintem csak egy előző videóban mondtam el. Igen, ez így van, játékosok kérték, mert a Summitnál, amikor egy ilyen speedtrappen kellett átmenni, annyian voltak, és folyton egymásba akadtak a játékosok, nagyon idegesítő volt, és ugye majd erre mindjárt rátérek, hogy ez miért lett itt kivéve. Szóval a lényeg az, hogy a Crew 2-vel behoztak egy újdonságot, megpróbáltak meglépni egy új dolgot a készítők, és hát figyeljetek, szerintem jó irányba mentek el, egy jó döntés volt, még akkor is, hogyha egy óriási vállalás volt. És hogy a Motorfest az annyiba különbözik a Crew 2-től, hogy minden szinten javították a Crew 2-t, minden szinten. Tény és való, hogy rámentek erre a forzás vonalra, ezt egyébként elismerem. Csak annyi, hogy a Forzát egy kicsit magasabb szintre emelték, mert a Forza köszönő viszonyban nincs ezzel a játékkal jelenleg. Maximum csak hasonlít, de hogy igen. Nézzétek meg szembe azt a hegyet. Zseniális, ahogy megvan. Annyira ilyen monumentálisnak tűnik. Tehát ilyen óriási hatása van, nagyon nagy. A pocsolyák az úton, a nedves aszfalt, a rengeteg a tereptárgy, a növényzet brutális, eszméletlen sűrű. Tényleg minden van, és a Crew Motorfestnél egy óriásit húztak a készítők, az úgy döntöttek, hogy a közönséget bevonják. A Test Drive-nak szerintem ez lehet az egyetlen mencsvára, mert ez a játék után a Test Drive is szerintem most, hát ott eléggé szép fejvakarás lehet, hogy mit csináljanak, mert ugye a többihez képest is gagyi lesz szerintem, ami meglátjuk, tehát Puding próbálja az evés, nem fogom lefikázni, hogy még ugye még a többihez képest is gagyinak tűnik jelenleg, nem hogy még ehhez. Szóval a Test Drive-nál most elég nagy problémák lehetnek, hogy ezt megoldják. Na mindegy. És ugye azt húzták a készítők, hogy jó, figyeljetek, skacok, akkor legyen az, hogy megkeressük a nagy videósokat. A Black Pantától kezdve az összes többi nagyobb videóst, meg nem csak videósokat, ugye Supercar Blond is benne van, rengetegen benne vannak, és csináljuk azt, hogy beszélünk a közösséggel, beszélünk az emberekkel, nem mi találjuk ki a megoldást, megkérdezzük a népet, és alkalmazkodunk a néphez. És a nép akaratát megvalósítjuk. És szó szerint megtörtént az a csoda, hogy minden, amit az emberek javasoltak, a többség, azt behozták a játékba. Tehát nem találok olyan elemet ebbe a játékba szó szerint, ami az előző részben probléma volt, az itt ne lenne kijavítva. Vannak dolgok, amik megnehezítik a játékot, amit az előző részben is cseréltek, pont azért, hogy könnyebb legyen. Itt úgy nézem, hogy visszahozták, tehát vannak ilyen problémák, de az igazat megvalva, ezek nem problémák, mert a többi játékban is így van, csak hát igen, kicsit zavaró, hogy a kettőben könnyebb volt. Mondok egy példát, driftelsz mondjuk a hegyoldalba, adja a pontokat a játék, és mondjuk egy ilyen táblát, amit most bal oldalt látok, azt így megütsz a kocsival, és egyszerűen az történik, hogy lenullázza a driftedet. És ugye a kettőbe ez volt, csak ugye megoldották, hogy ne legyen, és ott akkor nullázza, ha konkrétan elemmel ütközöl, mint egy fal vagy ilyenek, vagy szalagkorláttal, de maga az ilyen bokrok nem akadályozták meg, hogy a drift pontszám megszűnjön, és ugye itt viszont ezt visszahozták, szóval hát jaj, egy kicsit zavaró, ezt mondom őszintén. De összességében mindent idevetve nagyon durván jó a játék, eszméletlen kemény, kormánnyal annyira élvezetes benne a vezetés, hogy valami ezt. Tehát én nem is, tehát tényleg, amikor azt mondtam az előző videóban, hogy olyan, mint a Gran Turismo, akkor ezt úgy értettem, tudom, hogy ilyenkor sokan félreértik, amit mondok, de ezzel nem tudok sajnos mit csinálni, mert nem tudok egy videóban mindig mindent kifejteni. A Gran Turismo az nekem azért tetszett, PS-em, mert bedugtam a kormányomat, és csak játszottam, nem kellett álligatni, nem kellett semmit.
Na ugye számítógépen azért is szeretem a kormányt sokszor, mert be kell álligatni a force feedbacket, be kell álligatni mindent, rengeteg szenvedéssel jár. YouTube-ot, a YouTube videót kell nézzek, mert sehogy nincsen szinkronba a kormány, meg ugye a játékban, tehát az én kormányom, meg a monitoron lévő kormány, akkor álligatni kell a dőlészöget, a fokokat, a mindent. Ebben a játékban megfogod, bedugod a kormányt, egy dekát nem kell semmit álligatni, esetleg a force feedbacket egy kicsit lejjebb húzni, mert az tényleg nagyon erős, de ezen kívül semmit. Minden tökéletes benne. Tényleg azt kell mondanom, hogy nem találok a játékba hibát. Így 20 óra alatt volt egyszer egy ilyen crash-em, és újra kellett indítsam, és ennyi volt eddig az összes hiba, az összes bug. Évjátéka nem hiszem, hogy lehet egy autós játék, de megmerem tippelni egyébként, hogy megérdemelné. Tehát megérdemelné. Tehát egyszerűen annyira tökéletes lehet, tudom, hogy az autós játék az nem lehet évjátéka, legalábbis én úgy gondolom, de igenis megérdemelné, mint a Last of Us, amikor megkapta a kettő azért, hogy bemutassák, hogy akármennyire volt jó, több nagy videóstól is hallottam, én nem nyomtam még ki, pedig megvettem, de több nagy videóstól is hallottam, hogy a Last of Us csak azért kapta meg a kettő, mert ha bár tökéletesnek nem mondható, de zseniális játék volt, de meg kell mutatni a játékiparnak, hogy ilyet is lehet, mert a többi nem ér fel még így se hozzá. Valahol azt érzem én is, hogy ennek a játéknak meg kéne kapnia az év játéka díjat egyszerűen, mert annyira zseniális, hogy egyszerűen lássa azt a Forza meg a Need for Speed, hogy lehet ilyet is. És ugye pont ennek apropóján gondolkoztam tegnap egy érdekes gondolaton. Pont mentem aludni, befeküdtem az ágyba és agyaltam, hogy mondom, a Need for Speed Forza Crew, Need for Speed Forza Crew, hogy a Need for Speed-et miért is nevezzük a Forzával meg a Crew-val egy szinten, vagy egy kategóriába. A Need for Speed mindig is egy story-orientált, autó-tuningolós játék volt, amiben most kezdődik az online behozatala, egyébként megjegyzem elég jól, de most kezdődik az online behozatala, és most próbálják felépíteni ezt az online világot, és hogy őszinte legyek, azt jól csinálják, de hogy nem akar Forza lenni, és nem akar Crew. Mert a Forza meg a Crew az mindig is az online piacra a fókuszát, mindig is online központú volt, még a Need for Speed nem. És mégis mindig azt mondják, ugye, meg én is volt, hogy belefutottam ebbe, az a baj, belevisztek sokszor ebbe a fallos erdőbe, és én nem akarok belemenni, de néha olyan kreténségeket írnak az emberek, mondjuk úgy 5-ből 3-an, hogy egyszerűen nem tudok mellette elmenni. Próbálom, esküszöm, hogy küzdök, de nagyon nehéz. Szóval, hogy a Forza, meg a Crew még csak stílusban, meg tematikában sem akar Need for Speed lenni, ahogy a Need for Speed sem akar belemenni ebbe a dologba. Szóval Arcade-nak Arcade játék mind a kettő, de tulajdonképpen, hogy melyik a jobb, azt nem lehet összehasonlítani, mert ez olyan, mint hogy kinek a piros szín tetszik, kinek a kék. De attól még nem lesz jobb a piros, mert neked a piros tetszik, vagy nem lesz jobb a kék, mert nekem a kék tetszik. Nem lehet mércét állítani. Ennél a játéknál már azért lehet egy kicsit jobban összehasonlítani a Forzával mondjuk, mert baromi hasonló. Baromi hasonló a tematika, és baromi hasonló az egész környezet, a játékban, ami van. Szóval igen, itt már lehet párhuzamot vonni, de nem érdemes egyébként, mert nem egy liga a két játék, tehát tényleg. És tudom, hogy most például eltűnt egy autó mellettem, és ebbe bele lehet kötni, néha vannak ilyenek benne, de például engem, megmondom őszintén, ezek a dolgok nem érdekelnek. Tehát az, hogy vannak ilyen dolgok, hogy egy-egy utcai autó random eltűnik, mert bányabokám 300-nál úgyse figyelek oda rá, hanem a versenyzésre fókuszálok. Annyira, ennyi meg szerintem a többibe is van. Tehát egyszerűen ennyi hülyeség szerintem a többibe is van. Szóval ezt nem gondolnám olyan egetrengető problémának, nem jellemző, előfordulnak ilyenek. Lehet, hogy azért egyébként, mert 4K-ban játszok, és az előtöltés az ugye nyilván ilyenkor nehezebb, aztán így kicsit megvariálja a dolgokat a játék, nem tudom. De optimalizáltság tekintetében 20 óra játék után kimerem jelenteni, hogy majdnem, hogy 99%-on van. Hibátlan. Szóval, hogy igen, tehát, és a Need for Speed-nél is pont azon, hogy az embereken, amit én Magyarországon egy dolgot nem értek, nagyon nem, hogy az emberek miért viselkednek úgy, de lehet, hogy ez rendben van, nem értem, hogy miért viselkednek úgy, hogy konkrétan, ha mondjuk a Need for Speed-ben megjelenik ez a graffiti stílus, akkor azt mondják, hogy ők nem játszanak vele. Ez olyan, hogyha azt mondanám, hogy a Forzát nem fogom bekapcsolni soha többet, mert hogy belekerült a Barbie kocsi. Hogy így
hogy így ezt, én nem tudom, én 30 éves fejjel úgy érzem, hogy el tudom engedni ezeket a dolgokat, és ugye pont, na, pont amit mondtam, ugye, hogy ezért nincsen ütközés az utca, a más játékosokkal, csak verseny közben, hogy vezetésedet ne zavarják. És ezt a játékosok kérték, hallgattak a játékosokra, és megcsinálták. Jönnek ilyenkor a kárőrvendőek, de innen látom egyébként, hát aki ezt nem tudja, hogy ez ezért van, vagy nem néz utána, az leginkább azt gondolom, hogy nem is játszott az előzővel, vagy egy-két óránál többet nem nyomta, Forzában mondjuk játszik, mert hogy azt mondjuk ismeri, és az a baj, hogy a súnyán fog hangzani, de pont ezt beszéltük DC-n, hogy a Forza az a csóró ember játéka, a szegény ember autós játéka, és nem azért, mert hogy a Forza a Forza, hanem azért, mert a Microsoft a 300 forintos passzba évekig beletolta. És bárki tudott vele játszani. Bárki tudott vele játszani. Viszont egy ilyen autós játékot, meg ha nem a passz, de meg kell venni. Még a Forzában a startnál. Én a Forzát 80 órán keresztül toltam, körülbelül 600-900 forintomba került, mert fizettem a 3 hónapos, ugye a havi 300 forintos passzokat, és 900 forintból kitoltam. Nem biztos, hogy a 26 ezer forintos játékot megfognám, és csak úgy bedobnám a zsebembe, ha arról van szó, hogyha nem streamelnék, meg stb. Szóval ez egy teljesen más liga a kettő, és ugye hát nyilván a Microsoft nem fogja betenni a passzba ezt a játékot, mert igazából kivehetné belőle a Forzát sajnos, mert akkor a pofont kapna. Úgyhogy igen, de nem tudom, én mondom, én abba bízok, és ugye én nem crew streamer vagyok, meg crew videós, nem Need for Speed, én nekem a Need for Speed a kedvenc játékom, akármilyen crew is jön ki, kedvencem, de az nem a legjobb. Ezt elismerem, hogy a legjobb az nem a kedvenc, és nagyon bízom benne, hogy látván, hogy ez a játék mit képvisel, úgy dönt a többi kiadó is, hogy akkor emelünk egy szintet, és kicsit jobban belemegyünk. Mert ugye én már elmondtam egy videóban, nem egyszer, hogy nem kellenek ide a test drive-os baromságok, hogy indexelhessek, lámpát kapcsolgassak, nem kell. Nem kell. Az kell, hogy megfogd magad, és mondjuk a karakter letekeri az ablakot, és kikönyököl az ablakon, ha mondjuk 40-nel megyek. Tehát, vagy amikor lenézek, akkor azt látom, hogy vagy vált egyet mondjuk, és hallom a váltást, és van egy mozdulat is. Vagy azt mondom nektek, hogy látom azt, hogy ebbe is például a gázpedált nyomkodja. Kuplungolni kuplungol, féket nem nyomja, de legalább van benne fizika. És ezt, amit nem értenek meg sokan, hogy ezek a dolgok, ettől annyira jók a PS-exkluzív címek. A PS-exkluzív címek nem attól jók, mert reálisak, hanem attól, mert életet tesznek a játékba. És ez kell. Nem kell az, hogy izé legyen, tökéletes egy játék. Nem kell az, hogy minden hibátlanul működjön. Szerintem jobbra kell menjünk. Egyszerűen az kell, hogy tegyenek bele életet. Semmi más nem kell, csak egyszerűen kerüljön bele a játékba az élet. És ha ezt megcsinálják, akkor egy játék életre kell, és működni fog, és zseniális lesz. És amikor megkapom a kommenteket, gyerekek, hogy a ma reggel is, nem tudom, szerintem ezt nem mondtam még, hogy én arról beszélek, hogy a crew, meg a Forza, meg a Need for Speed, meg hogy fizika, meg arcade játék. Gyerekek, ne kelljen már elmondani minden alkalommal egy videóba azt, hogy amikor a fizikáról beszélek a crewban, akkor a Forza és a Need for Speed a szempont, vagy a hasonló arcade játékok nyilvánvalóan nem a Gran Turismo-ról beszélünk, ami egy driving szimulátor, pont ezen gondolkoztam ma is, hogy mennyire szimulátor a Gran Turismo. Vezetésbe az, törésbe nem. De mondjuk amikor azt kapom meg, hogy a BeamNG mennyivel jobb, mint ez, oké, a BeamNG-be van repülő, a BeamNG-be van motor, a BeamNG-be van motorcsónak, a BeamNG-be lehet így krúzolni a szigetnek a szélén, néz így ki a játék. Lehet versenyezni haverokkal, vannak benne story módok. Van valami benne, azt tudom, mert még nem nyomtam, és szeretném nektek hozni, mert néztem rengeteg videót róla. De a két játéknak semmi köze egymáshoz. Ráadásul, hogyha egy ilyen játékba betennék azt a törésmodellt, ami a BeamNG-ben van, a játékosok elmennének a francba. Mert ez a játék, ez arra, a célközönség az, hogy leülsz, és chillezel egyet, meló után hazamész, benyomod, és haverokkal játszol egyet. Hát, hogyha az élethűség lenne a szempont, akkor a GTA nem menne.
Hát a GTA az pont erről szól, hogy fanolsz, bohóckodsz, szórakozol, játszol. Hogyha ez tényleg így lenne, hogy a GTA, tehát akkor semmilyen játék nem menne. Hát én is most a Starfield-el játszottam, én gyerekkorom óta nagyapámnak köszönhetően rengeteg ilyen űrkutatás, meg a bolygók, meg univerzum, meg mindenről nézek a mai napig videókat. Én már kisgyerekkorom óta így vagyok, és tényleg az az igazság, hogy ha én a Starfield-be elkezdem keresni a valóságot, akkor egyszerűen sírva fakadok. Amikor meglátom, hogy 2 kilométerre van valami az űrhajóm előtt, nitrózok az űrbe a Starfield-be, mikor elfogy a nitróm, akkor belassul az űrhajó. Ez hogy? Miért lassul be? Mi történik? Mi ennek a fizikának az alapja? Vagy amikor például mondom azt, hogy 2 kilométerre van, és akkor látom, hogy számol vissza, hogy még 100 méter, még 50 méter, még 40 méter, mondom az űrbe, ahol az űrsikló 18 000 km/h ment, én kimegyek az űrbe, és annyival megyek, mint mondjuk egy 200-zal menő kocsi. És igen, itt ilyenkor kell elengedni azt, hogy van a valóság, és vannak a játékok. A játékok egy jó része, 99%-a így mondom, nem a valóságra épít. A másik fele meg, én úgy gondolom, hogy habár játszok autós játékokkal, és 10 éve van egy 105 lóerős 1.6-os autóm, amit napi szinten szinte használok, és vezetek, és még balesetem se volt, és azt gondolom, hogy rendben vagyok kivezetés szinten, de mégis azt gondolom, hogy életem során vezettem már pár autót, tehát nem ilyen több 10-20 század, de hogy vezettem jó sokat, és legdurvább, ami volt, az egy rally Subaru volt, amivel mentem 6 kört Siófokon egy ilyen születésnapi ajándék gyanánt, meg eljárok gokártozni. Na, a gokártozás például nálam úgy megy, hogy hibátlanul tudok szinte benne menni, általában a körrekordoktól, amit ilyen 60 kilós emberek csinálnak, annál egy másfél-két másodpercen van, de ez az első gokártozós élményem óta így van. Én ezt annak tudtam be, hogy autós játékban gyerekkoromban nagyon sokat szimulátoroztam, és gokártozni tök olyan, mint mondjuk ebbe játszani. De tényleg, beülsz és jobbra-balra tekegeted a kormányt, nem tartom bonyolultnak, de ennek ellenére nem vezettem még sportautót, nem vezettem még komolyabb autót, nem vezettem még szerintem úgy drágább autót se, nem vezettem ilyeneket, nem tudom milyen, és meg vagyok róla győződve, hogy az emberek nagy többsége sem, és még annak ellenére, hogy mondjuk neked egy drágább Audid, vagy BMW-d, vagy Mercedes-ed van, megmerem tippelni, hogy a nézők 99%-a nem ment még ki vele versenypályára, nem próbálta még ki azt, hogy milyen penge élen menni vele, milyen az, amikor tényleg kiautózod az autóból az utolsó kraftot is, és igazából úgy mondtok véleményeket például szimulátor játékokról, hogy nem tudjátok, hogy igazából mi az a szimulátor, mert nem tudjátok, mert fogalmatok nincs róla, ahogy nekem sincs. Elolvastok cikkeket, utána néztek a neten, de tapasztalatunk nincs belőle, és ez tényleg így van, és ez kár amúgy szépíteni, mert ez így van. Szerintem a helyén kell kezelni, én úgy gondolom, hogy azért, mert mondjuk bejön Jóska Pista, vagy elolvasok egy cikket, és beírja, hogy le van írva, hogy hát az Assetto Corsa a legjobb játék, leszarom, engem az érdekel, hogy én melyikbe tudok vezetni, ebbe tudok kormánnyal is, billentyűzettel is. Én engem nem érdekel az, hogy mit ír az internet, hogy mi van benne. Én az az ember vagyok, aki kipróbálja, leteszteli, és most például egy videó keretein belül egy órán keresztül megyek körbe egy napon, és látom, tapasztalom. És hogyha például én a Gran Turismo-ba lépek be, és habár nincsen benne törés, és nagyon sok minden nem jó benne, de ha én belépek a Gran Turismo-ba, és a Gran Turismo-ba azt látom, hogy megyek vele pár kört, és belejövök, és érzem azt, hogy van hova fejlődni, egyre jobb leszek, és lehet benne haladni, akkor a Gran Turismo-val akarok játszani, és ezt kell megérteni, hogy azzal játszatok, amit élveztek, ne pedig azzal, amit azt mondanak nektek, hogy jó. Még akkor is, hogyha én mondom. Mert én is csak egy szempont vagyok, és én is csak egy ember vagyok, aki gondol valamit, és, vagy hát nem gondol, én mondjuk azért szerintem tapasztalatban megmerem kockáztatni, és lehet, hogy kicsit nagyképűen fog hangzani, de megmerem kockáztatni, hogy Magyarországon jelenleg a legnagyobb árkád autós tudással én rendelkezem, videós nincs másik, aki ezzel foglalkozna, vannak, akik streamelnek autós játékokat,
van, aki Bereznai Dani például, aki a Forma 1-et tolja orba szájba, de olyan magyar videós vagy streamer, aki minden autós játékot letesztel, bemutat, és ezzel foglalkozik, Magyarországon nincsen. Szóval enyhén szólva is egyeduralomba vagyok, hogy lehet tényleg azoknak a kommentelőknek, akik annyira tolják, hogy nincs igazam, figyeljetek, videó, kamera kell, egy Logitech kamera, monitor tetejére, lépjetek be a játékba, és mondjátok el a véleményeteket, mutassátok be, és mutassátok meg, hogy jobban tudjátok. Figyeljetek, nincs konkurenciám, lehet próbálkozni. Szóval azt gondolom, hogy csak azért játszottam az elmúlt egy hónapban a Test Drive Unlimited 1-jel és a 2-vel, hogy egy releváns véleményt alkothassak. A Crew 2-t csak azért vettem elő, mert nekem nem tetszett, én nyár elején nekifutottam, és nekem nem tetszett, és csak azért vettem elő, hogy lássátok, hogy milyen a Motorfest előtt. Az egy mellékes dolog, hogy annyira megtetszett, hogy 150 órát beleraktam másfél-két hónap alatt, hát az egy dolog, mert az elején nem értettem, és ugye itt is az van sokszor az értelem hiánya. Nem tudod a játék, hogy működik, nem tudod, hogy kell beállítani. Vannak pro-settingek, vannak beállítások. Egy autó nem jó egyből, és akkor a legtöbb ember azt mondja, hogy hát ez egy szar, ezzel nem lehet játszani. Állíts be a kocsit, ha nem, nézzél videót róla. És ugye Magyarországon ez volt a fő probléma, hogy nincs ilyen videós. Nincsen tartalomgyártó semmilyen szinten. Olyan, mint a dinoszauruszok, hogy 10 éve kihaltak. Az egyetlen játék, amit úgy, ahogy tartalomban nyomtak az emberek, nagyrészt, az a Forza volt. Forzát többen is streameltek, és emiatt van az, hogy mindenki a Forzára gondolja, hogy jó, mert hát én nem láttam Crew-t, én nem láttam senkinél. Miért lenne a Crew az jó? Hát azért kisbarátom, mert azért, mert senki nem nyomta, még a játék maga nem rossz. Csak egyszerűen a magyar streamer meg videós kategória elment abba az irányba, hogy inkább a felkapottakat nyomja, inkább azt nyomja, ami aktuális. Én is, ha lepörög most ez az ősz, és kimegy a Hot Wheels, kimegy a Forza Motorsport, kimegy a Crew Motorfest, utána megint az van, hogy aki bekövet, aki nem, de hogy én nekem nincs lehetőségem, mivel ezt szeretném csinálni, úszni az árral, mert hogy ez van, ezekkel lehet foglalkozni, és ezt lehet csinálni, nem, nincs más opcióm. Úgyhogy, ja, hát mindegy, ezek a véleményeim, ezeket gondolom, de szerintem látjátok a játékot, hogy néz ki, látjátok azt, hogy milyen benne kormánnyal vezetni, nagyon feelinges, tényleg azt kell mondanom, hogy valami zseniális. Tehát, szerintem számítógépen ez az első játék, ahol azt érzem, hogy Még a Forzát is kormánnyal kezdtem el, mert én is azt olvastam mindenhol még annó, hogy kormánnyal kell nyomni 2 éve, amikor még nem voltak ilyen autós videóim. És abba hagytam, mert azt éreztem, hogy nem. Ebben érzem először azt, hogy a kormány az nekem ad egy ilyen frankó vezetési élményt, és ezt így élvezem. A Need for Speed Shift-nél meg a Pro Street-nél voltam így a kormánnyal, meg a Gran Turismo-nál, hogy igenis jó az a kormány, hogy van. És van egy ilyen plusz a kormánynak köszönhetően. De ez, gyerekek, ez a lámpafények, azok, amik így beszállnak így a képernyőre, ezek a cuccok, a levelek, szerintem azok levelek amúgy. Az útnak a textúrája, tehát tényleg minden. Az éjszaka is, gyerekek, zseniális. Most itt a lámpafénynél annyira nem ütközik ki, de bementek egy erdőbe, és tényleg semmit nem látok. Csak a lámpafényben látsz valamit. Rendesen para vezetni ugye a sötétbe. Így a lámpafénynél elég komolyak a fények, tehát fényesebb, mint a valóság, de egy komolyabb éjszakai vezetésnél nagyon durva, nagyon-nagyon-nagyon durva a vezetés. Szóval mindenkinek javaslom, próbáljátok ki, nyomjátok, nem fogjátok megbánni, ezt garantálom. Szerintem már eltévedtünk, legalábbis egyszerűen a tengerpart valahogy jobbra van nekem. Mindjárt megpróbálunk elmenni jobbra valahogy. Kerimbókázunk, legyen itt valahol egy jobbra kanyar. Szerintem jobbra lesz, én arra tippelek, csak várjam, ez hotel, aha, oda hotel, az nekem nem lesz jó. Kéne valahol egy, vagy itt fogunk elmenni a tengerpart irányába, jobbra. Egyébként a térkép is, hogy a Crew-2-höz képest nem nagy, ez így van. De brutális a mérete. Tehát, hogy tényleg azért fárasztó egyik oldalról a másikig elmenni. Nagy.
nagyon nagy a térkép, gyerekek, tehát tényleg, nem a tengerparton vagyunk, itt van jobb oldalt, vagy óceán, vagy kinek mi tetszik jobban. Sok lesz, sok lesz! Igen, tehát így se tudsz befordulni nagy tempóval. Ezért mondtam, hogy eléggé rendben van így a játék ebből a szempontból. Hát a kommentbe írjatok kérdéseket, és ha úgy van, akkor válaszolok egy ilyen kis krúzolós videó keretein belül. Hogyha úgy van, akkor válaszolok a kérdésekre, akkor átbeszéljük őket. Értek, szerintem én úgy érzem, hogy jó, meg menő. Nagyjából 40, hát a felvétel elejét ne vegyük, de olyan 35 perce mehetünk. De előbb kezdtem a felvételt, én a 35 percet tippelem. Nem tudom, hogy meddig érhettünk el, megmondom, szerintem fogalmam nincs. Szerintem körbe nem mentünk a térképen, már lehet, hogy a feléig elmentünk. Teljesen körbe nem fogok szerintem menni, mert soha nem érünk vissza. Azért az nagyon nagy lenne. Egy naplementét még egyébként megvárnék szívesen. Azt még lehet, hogy meg kéne nézni. Bár... vakon menni eléggé érdekes, hogy nem tudod, hogy hol vagy. És nagyon zavaró ez a sötét, hogy nem látom a vizet, hogy a jobb oldalt egy óriási hegy van mellettem, vagy az óceán, ezt így, hát valami víz van, de hogy ezt így eldönteni, eléggé nehéz ebbe a sötétbe. Mert azon se lepődnék meg, hogyha egy óriási, ilyen Mount Everest méretű hegy jelenne meg, mert nem látom, tehát annyira nem látom a sötétbe. És városban vagyunk, azt látom. De hogy a nap felkelte, ha megérkezik, akkor jó lesz. De szerintem mondom, arra az óceán van jobbra. Pearl Harbor felé megyünk. Benne van, van benne anyahajó is, rá lehet menni repülővel, aztán kocsival ugrathattok róla. A Pearl Harbor szerintem a jobb oldalán van a szigetnek. Nem, itt van bent. Be lehet menni, basszus. Be lehet menni a hajókhoz, teljesen, mert a vizen van hajó, azt láttam. Hát, csak nem akar ez a nap felkelte megjönni. Tessék, 50, reális kanyarodás, mert 50, ha többen mész, kisodródsz. Na, előzünk egyet? Jön a kanyar? Várjál, nem. Híd, a hídon átmegyünk. Na, a lakókocsi után indulunk. Nem, még egy. Azért számolnom kell vele, hogy ez nem gyorsul úgy. De igencsak számolni kell. Pekvőrendőr. Szerintem jobbra lesz. Már is sok volt, például az alig mentem 40-nel kb. Az a baj, nem emlékszem, hogy a Porsche is például hol volt pontosan. Egy előzést lenyomunk, jó. Észre kell menni, mert tényleg sok lesz. Jó, figyeljetek, én azt mondom, hogy álljunk félre. Jó. Jó, megállunk, és megnézzük, hogy... Na! Kart. Mondom, álljál félre. Szerintem... A féket megnyomtam véletlenül, előrébb ültem a székbe. Jó, ide letesszük. Oké, nézzünk egy mapot. Meddig jutottunk el, erre kíváncsi vagyok. Most így... Szerintem itt van. Mennyit mentünk? Megmutatom nektek, hogy honnan indultunk. Hát tulajdonképpen innen lentről. Akkor lényegében, hát most nem tudom, mennyire mentem a pálya szélén, mert szerintem nem mentünk végig körbe.
Én nem erre a hídra sem emlékszem, szóval lehet, hogy megvolt. Szerintem, ami nekem feltűnt, hogy szerintem erre a szigetre bementem. Igen, igen, ezt megkerültük, ott voltunk, de mindenhova nem mentünk el szerintem. Sőt, ha megnézzük, hogy most hol vagyunk, valahol ott vagyunk lent, hogyha látnám magamat, na mindegy. És igazából az biztos, hogy itt jöttünk végig, de mondjuk a vulkán se rémlik nekem. Szerintem egyébként nem ott mentünk, hanem szerintem ezt a részt levágtuk, mert az biztos, hogy itt nem voltunk. Tehát ezt nem kerültük meg, ezt a hegyet. Szerintem itt úgy, ahogy van, átjöttünk valahol. Úgyhogy, na mindegy, hát így vakon ennyit tudtam nyomni. Na jó, figyeljetek, láthatok mindent, így néz ki a játék, ilyen benne mászkálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy játszatok vele, azt toljátok. Remélem ez a beszélgetés egy kicsit hozzátett ahhoz, hogy jobban megismerjétek a csatornát, meg engem is. Úgyhogy pacsi mindenkinek, like, követés, ne merüljön feledésbe, szevasztok!